köszöntöm drága horvátországi főkonzulát és kedves feleségét. Köszöntöm Panduk Frigyest, a Pécsi Egyházmegye helynökét, dr. Simon Wagner István egyházmegyei bíró Csiklósi plébánost, valamint Darnai Ágostont, az egyházmegye horvát referensét, Kórhec pap Zsuzsanna restaurátort, és aki a kiállítás kurátora, ő Szabadkáról érkezett, és Mirjana Rekanik Braunt, aki pedig Zágrából jött művésztörténészhölgy. Kedves vendégek! Az Arcszakra Fesztivál pécsi programsorozatát Paulus Antonius Caesar barokk festőművész kiállításával nyitjuk meg, mely a Szabadkai Városi Múzeum és a Pécsi Egyházmegye együttműködéséből valósult meg. Az együttműködés részeként újulhatott meg a Siklósi Szent Háromság plébánia templom 4 mellékoltár képe, és a mögöttem látható Csodálatos kenyérszaporítás című monumentális alkotás, mely Pécs egykori szemináriumi evődőjét díszítette. Kórhec pap Zsuzsanna évek óta kutatja, restaurálja és bemutatja a térségünkben működő barokk egyházi festők alkotásait. Az 1716-ban született Caesar Pál eszéken majd Pécset vezetett festőműhelyt, ahonnan oltárképei eljutottak Baranya, Szlavónia, Bácska és Bosznia templomaiba. A 20. század végére elfeledték, nevéhez csupán egy-két alkotást tudtak társítani, az azonosított művek száma 2020-ban azonban 40-re emelkedett, ez Mirjana Repanic Braun zágrábi művészettörténész kutató munkájának köszönhető, aki 2008-ban Eszéken rendezett Caesar életmű kiállítást. A Pécsi Egyházmegye célja e tárlattal, hogy hozzájáruljon ennek az örökségnek a megőrzéséhez, bemutatásához és továbbadásához a következő generációk számára. Most pedig megkérem Panduk Frigyes helynök atyát mondja el köszöntő beszédét. Mindenkit, vendégeinket és érdeklődőket tisztelettel és szeretettel köszöntök az érsekagya apostoli kormányzóval, mint a magam nevében. Dante szerint az ember egy kilőtt nyilvessző. Ez a kép rámutat az ember nehezen meghatározható valóságára. Az ember ismertetője a minden mástól megkülönböztető jegye, a munkája, vagyis az emberi tevékenység rendszere. Tevékenységének területei egymással egy organikus egészet alkotnak. Így a nyelv, a mítosz, a vallás, a művészet nem egymástól elszigetelt kultúrformák. A művészet az élet megfejtésének, megformálásának egyik lehetséges útja. A tömörítés és összefoglalás eredményeként. Ugyanakkor a művészet, a nyelv is nem pusztán utánzatai a dolgoknak és eseményeknek. Ennek folyamán meg kell értenünk, hogy a művészetben létünk normatív meghatározottságát lássuk. Ameddig érzéki tapasztalásunk világa tart fogva bennünket, a valóság felszínét súroljuk. Ahhoz, hogy a létezés mélységeibe behatoljunk, aktív, alkotói módon kell viszonyulnunk a valósághoz. A létszemmel látható rétege a művészet számára hozzáférhető. A művészet megtanít minket arra, hogy a dolgokat szemtől szembe a valóság egészében lássuk. Így gazdagabb, színesebb képet ad a világról, valamint mélyebb tudással szolgál a formák törvényszerűségéről,
mint az összes tudomány. És ezzel egészen közel kerültünk az emberi nyitottság új rétegéhez, a hithez. Hitünk szerint a teremtett világ mintája és oka Jézus megtestesülése. Szent Pál írja a Kolosszeiekhez, benne teremtetett minden az égen és a földön, minden általa és érte teremtetett. Az ars sacra hivatása, hogy a művészeti eszközök segítségével, mint egy megtestesítse, megjelenítse a Krisztus által kinyilatkoztatott Isten létét, üdvözítő szeretetét. A II. Vatikáni zsinat szerint a képzőművészet a legnagyszerűbb emberi teljesítmények egyike. A vallásos művészet pedig a szakrális művészet csúcsa. Annál jobban szolgálja Isten dicséretét és dicsőségét, minél tudatosabban törekszik arra, hogy alkotásaival a lehető legjobban megjelenítse az üdvösség titkát az emberek számára. Ennek értelmében a művészi alkotó folyamat tevékenysége bizonyos értelemben a Teremtő Isten szent utánzása. Jávor a művészet történész személyesen nem tud részt venni most ezen a megnyitó ünnepi alkalmon, ezért kérjem, engedjék meg, hogy felolvassam a Szentzer kiállítás felé írt gondolatait. 1929-ben íródott le először a magyar művészettörténeti irodalomban Szentzer Pál neve, és éppen az idei kiállítások szenzációja a nagyméretű csodálatos kenyérszaporítás kép szerzőjeként. Annak idején Szőnyi Otto minden fontos információt megadott róla a Magyar Művészet című folyóiratban, azt, hogy Fodor István kanonok megbízásából 1751-ben 180 forintért készült a kép, melyre a festő önmagát is ráfestette. Garas Klára 1955-ös kézikönyve átvette ezt az adatot, és a 2000-es évekig jóformán csak ennyit tudtunk Szentzerről. Anélkül persze, hogy ismertük volna magát a képet. Az, hogy pár oldallal korábban Szentzer egy másik fontos pécsi alkotása is szerepel a cikkben, az irgalmasok, azelőtt a kapucinusok templomának Szent Sebestyén vértanúságát ábrázoló főoltár képe, csak mai eszünkkel nyilvánvaló. Ehhez viszont az a tudás kellett. Bő évtizedes művészettörténészi és restaurátori munka, amely a mostani kiállítást és monografikus katalógus létrehozta. A horvátországi kutatás előbb fedezte fel a pécsi festőt és az ottani műveket. Különös módon először a boszniai ferences templomokban őrzött festményekre fókuszálva. De hogy az eszéki Paulus és a pécsi festő azonos, és néhány biztosan neki tulajdonítható, szignált vagy levéltári dokumentummal igazolt képe mellé a stíluskritika eszközével egy nagyszámú karakteres életmű is felsorakoztatható, mérjön a Repanik Braun érdeme. 2008-ban Eszéken rendezett kiállítást a festő akkor tudott és mozdítható műveiből, amelynek szépen illusztrált és többnyelvű katalógusa, igaz csak betekintésre, Budapestre is eljutott. Felismerve a benne publikált, korábban teljesen mellőzött közös örökséget, közzétettük tanulmánya rövid változatát a Művészet Történeti Értesítőben, a Magyar Tudományos Akadémia szakfolyóiratában. Számomra ekkor lett világos a pécset eszéki, Eszéken Pécsi Pál festő jelentősége, jól lehet kutatója már az előmunkálatok során kapcsolatba lépett velem. És miközben nagyra értékeltem levéltári eredményeit és a baranyai terepen Pécset, Mária Gyüdön, Siklóson végzett új meghatározásait, bevallom, magam is tettem,
jóformán hiába valónak bizonyult lépéseket, a kulcsfontosságú nagy mű, a csodálatos kenyérszaporítás láthatóvá tétele ügyében. Ám minden segítőkészség ellenére el kellett fogadni, hogy a kigöngyölés még várat magára, hiszen magam is azt tanultam a Magyar Nemzeti Galériában, hogy ennyire veszélyeztetett műveket mozgatni csak akkor lehet, amikor azok egyenesen a műtőasztalra, azaz a restaurátor kezébe kerülhetnek. Nos, ennek napjainkra jött el az ideje, a Szabadkai Városi Múzeum jóvoltából Korhec pap Zsuzsanna elvégezte ezt a munkát. Szenzer számos további nagyméretű templomi képének helyreállítása, anyagvizsgálata, dokumentálása, feldolgozása és a jelen kiállítás sorozat megszervezése, megrendezése mellett. Egymásra talált a szerencsés páros. A restaurálási tapasztalatokkal rendelkező zágrábi művészettörténész és a történészi hajlammal és türelemmel megáldott kitűnő szabadkai restaurátor a maga elkötelezettségével, kapcsolatrendszerével. Az, hogy munkáik időközben három, sőt négy határon átnyúlóvá lett, a Habsburg Birodalom felbomlásán túlmenően a legújabb kor fejleménye, ami természetesen nem járt veszteségek nélkül. Korhec pap Zsuzsanna és anya intézménye egy kiállítás és kiadvány sorozatot folytat Szenzerrel, aki paradox módon már szerepelt az egyik korábbi könyvben, mégpedig a cseh származású, a felvidékről Zomborba települt késő barokk festőnek, Matthias Hanisnak szentelt kötetben. Hanis ugyanis 1850-ben restaurálta Szenzer 1737-ben készült Bácsi utolsó vacsora képét, szintén refektóriumi téma, a ferences kolostori, és nem is elsőként. Bőséges feliratozása szerint 1767-ben már javították a Lunetta formájú festményt, utóbb pedig 1940-ben, amikor azt feltárta a legújabb 2011-12-es helyreállítás. Akkor Hanis művészi profilját színesítette ez az adalék. Most Szenzer egyik legkorábbi művének technikai történetét, de vajon mi lehetett az oka az ilyen korai beavatkozásoknak? Olykor nem más, mint a későbbi festő fontoskodása. És Szenzer műve még jól is járt. Más barokk művészek, közöttük a Pécsett is tisztelt Dorfmeister, gyakran elérték a szerzeteseknél, hogy a régebbi képeket kiselejtezzék, és a helyébe újat festessenek. Szenzer festői stílusa a szélsőségek között csapong. Érzelmes, drámai, néha unalmas is tud lenni, ha a statikus Szent Antal figurák ismétlődésére gondolunk. Merészen vállalkozik olyan sokalapos kompozíciókra, amely a térbeli megoldásához aligha nyújtanak elegendő támpontot a festő által használt grafikai minták, ám éppen ezért meglepően látványosak, részletgazdagok a Lunetta képek, elsősorban a pécsi kenyérszaporítás. Itt aztán bőven vannak zsáner alakok, változatosan jellemzett mellékszereplők, ez egyébként a hálás téma sajátja. Nem véletlen, hogy a festő saját magát is közéjük helyezte. Míg éppen Jézus központi alakja kissé sematikusan áhítatos. Míg az egyalakos szentképen is van egy-egy mellékjelenet, apró história a háttérben. Ezek olykor önmagukban is tartalmaznak egy kisebb képet. Kép a képben, ahogy a donátor figurák is ezen a módon jelennek meg például a siklósi Szent Antal oltárképen. Az álló szentek mellett drámai mozgalmasságukkal tűnnek ki a jelenetes oltárképek, a pécsi ferences főoltárkép, a már említett Szent Sebestyén, vagy a Szent István megkövezését ábrázoló antependium szintén Pécsett. Ennek a stílus változatnak kétségtelenül legszebb műve a szignált porciunkuló búcsú a viszokói ferencesektől, míg Szent Ferenc egész alakja, arca, mozdulata, lelki megrendülést és odaadást fejez ki, Krisztus és Mária bájos jelenésként van megfestve. Kitűnő építészeti háttér,
Az ábrázolt korosori kerengő lezárása ismét egy kis kép a képen. Elől egy kecses nagy angyal, rózsák és gyermekangyalok teszik megkapóvá a világos színharmóniájú képet. Tudjuk, Kórház pap Zsuzsannának gyöngéi az angyalkák, és a katalógus tanúsága szerint már el is kezdte kigyűjteni Szenzer életművéből a legkedvesebbeket. De szépek a műalakok is, szinte profán módon divatosak, Mária Magdolna a Golgotáról, vagy a Lakócsai vizitáció Máriája és Erzsébeté, és természetesen a Salamoni ítélet legalább egyik főszereplője. Nagy jelentőségű, fontos művek, ez utóbbi, a világi rendeltetésű bibliai képek, a pécsit, mivel meggyőzően dokumentált, szintén kulcsdarabnak tekintjük a Szenzer öltben. Minden bizonnyal azonos ugyanis azzal a justícia képpel, amit a Városi Tanács 1747-ben, amikor a festő polgárjogért folyamodott, a 30 forintos tansa elengedése fejében festetett Szenzerrel. Salamon ítélete hagyományosan az igazságosság metaforája, ilyen formán a városházára szánt, és nyilvánvalóan onnan a múzeumba került, festmény egy több évszázados nagy hagyomány folytatója, a jókormányzás allegóriája, amelynek híres példái Szilnától Lőcsig végigvonulnak a művészet történeten. A sokalakos dráma itt is számos karaktert vonultat fel, az eszéki fekvő formátumú változaton valamelyest szerencsésebb elrendezésben. Mindkét festményt múzeumban őrzik, a pécsit 2008-ban restaurálták, mégsem került kiállításra. Egyszer felmerült futólag esetleges kölcsönzése a Magyar Nemzeti Galériába, amit ugye mindkét fél el is vetett, de a gondolat nem alaptalan. Egy szélesebb spektrumú állandó barokk kiállításon hiánypótló lenne egy ilyen témájú városi festmény, ahogyan a Pécs és Eszék között működött Szenzer is megérdemli, hogy bekerüljön a régi magyarországi művészet kánonjába. Sajnos azonban mai kiállítási helyén a történelmi Magyarország csak mint provincia szerepel, így azt kell mondanunk, hogy a vidéki festő sokkal inkább értékén mutatkozhat be, mint Szlavónia, mint Baronya fővárosában. Az, hogy bemutatkozhat, mi több, egy gazdagon illusztrált, háromnyelvű könyv foglalja össze teljes életművét, amelynek legfontosabb magyarországi darabjait, az ez alkalomból történt restaurálás menti át az utókor számára a következő évszázadokra, elsősorban a Szabadkai Városi Múzeum és a vele jó célra szövetkezett Pécsi Egyházmegye érdeme. Köszönet érte. Jábor Anna, 2020. szeptember. Most pedig kérem, hallgassák meg Johann Sebastian Bach Ámbor partitájának következő tételét Zoff Ágnes kultúra művész előadásában. Thank you.
tudományos munkatársát, a 2008-as Eszéki Szenzer kiállítás kurátorát, valamint most készült monográfiakötet egyik szerzőjét, hogy méltassa a kiállítást, a fordításban Kornéz Pabrozsanyi lesz segítségünkre. Poštovane dame i gospodo, izuzetno me veseli biti ovdje na ovoj izložbi, na otvorenju izložbe danas, pogotovo stoga zato što kad sam vidjela sve one upute za prelaz mađarske granice, ja sam mislila neće to biti moguće bez 15 dana karantene. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ezen a kiállítás megnyitón. Annak ellenére, hogy szinte lehetetlennek tűnt a mostani határhelyzetben, hogy ezt karantén nélkül megúszhassuk. Međutim, ponjela bi to da nemam drugih obaveza, ali osobito me veseli ova izložba u Pečuhu, iako smo imali već dvije, rekla je Boglarka, kolegica Boglarka Davić je bila jedna u, toliko razumije mađarski, u Osijeku 2008. godine, u 6. mjesecu ove godine u Subotici i sada ova, a ova je posebna po tome što se radi o slikaru koji je od 1747. godine bio građanin, postao je građaninom Pečuha i tu je sa svojom radionicom izveo veliki broj slika i za sam i u Pečuh, a i okolicu i dalje. Dakle, ta njegova široka rasprostranjenost dijela zapravo je rezultat političke i povijesne organizacije, dakle, unutar područja na kojem je djelovao. To je prije svega rasprostranjenost široka franjevačkih redova koji su povezivali i Bosnu i Hrvatsku, kontinentalnu Hrvatsku, dakle, i Sloveniju, Vojvodinu i Mađarsku, dakle, Baranju, posebno sa svojim kućama, a i oni su uglavnom bili naručitelji tih njegovih dijela. Druga stvar je i ta organizacija biskupija, jer Osijek je zapravo... Tehát nagyon örülök, hogy a 2008-as eszéki kiállítás után és Szabadka után végre itt Pécset is be lehet mutatni Szenzer Pál festőt, aki hát 1747-ben vált pécsi polgárá, és hát a korabeli történeti és egyházi tartományok és hatóságoknak köszönhető, hogy ez az őnek és műhelyének a művei ilyen nagy területre eljuthattak, és a Ferences rendnek, mint szervezetnek, aki akkoriban hát Szlovéniától Magyarországot, a mai Horvátország és a mai Vajdaság területén is működtek ezek a Ferences kolostorok és rendházak, ők voltak a fő megrendelői Szenzernek, és nekik köszönhető. Ilyen nagy területen jelen vannak ezek a művek. Da, rezultat je to i organizacije biskupija u to vrijeme, s obzirom da je recimo Osijek, na primjer, pripadao Pečuškoj biskupiji, a i političke situacije, dakle, rasprostranjenosti Habsburške monarhije, a i Ugarske kraljevine. Tako, az egyház megyei rendszer, és akkor máshol volt, tehát Eszék is a pécsi püspökség része volt, és a korabeli a Habsburg monarchiának a tartományrendszere is lehetővé tette, hogy ez egy területként működjön. Dakle, to su bili uvjeti koji su više, skoro više nego današnja Europska unija, dopuštale umjetnicima da sele od mjesta do mjesta, da se odazivaju na pozive za izvedbu pojedinih dijela. Szabadabb lehetőségek mutatkoztak, mint a mai Európai Unióban, tehát a művészek, polgárok, mesterek egyik helyről a másikra költözhettek ezen a birodalmon belül. Dakle, ova dijela koja su tu sada predstavljena, jedan su dio njegova opusa, taj se opus njegov umjetnički otkrivao postupno iz godine u godinu, koliko sam shvatila iz uvodnog teksta Ane Javor, ona je to protumačila. Tehát ezt az örökséget fokozatosan sikerült feltárni, ahogy a Javor arra méltató szövegéből megismertük.
Zbog toga je bilo, dakle, otežavajuća okolnost je naravno kod tih manjih slikara da često ne potpisuju svoja djela, a da i ona djela koja su bila potpisana s vremenom ona nestanu uslijed toga što su prenapeta na nove podokvire i tako nestanu potpis koji je obično u donjem dijelu platna. Da bismo, recimo, usporediti, kad bismo imali ovdje izloženu posljednju večer iz Bača, koja je tamo na onom jednom panou prikazana, to je jedna chiaroscuro kompozicija, svjetlo-tamna. Kad bismo je stavili pokraj ove, nikad ne bismo rekli da je to isti slika, ali je. Ali je. Jer iako ova nema potpis, ali ima njegov portret tu. Nagyon ritkán jelezte a képeit is, a jelezte is, a, meg a korabeli mesterekhez hasonlóan, a jelezte is azok a jelzetek az idők folyamán akár meg is semmisülhettek átkeretezésnél, a hátoldalra kerülhettek volna, és ilyen eset is, például a bácsi refektórium kép, az utolsó vacsora kép, hogyha egymás mellé tettük volna a csodálatos kenyérszaporítás képpel, senki nem mondta volna meg, hogy egy ugyanazon mester alkotása. Sensor nas danas, danas on može vidjeti sa ove slike ovako kako nas gleda, on bi se sigurno iznenadio gdje se nalazi njegova slika. Kad ju je naslikao za refektori sjemeništa, tu u pečuku, on je mislio da će ona biti za uvijek tu. No kako je riječ o pokretnom, mi dijelimo spomenike na pokretne i nepokretne i postoje jasno zašto kažemo da su pokretne, oni se mogu pokretiti. Tako da su ovi svi se pokrenuli i pristigli tu u ovaj prostor da ih možemo vidjeti i uspoređivati na jednom mjestu. A Szenzer is biztosan csodálkozna, hogyha itt találná ezt a képét ebben a helységben, mert hát ő a csodálatos kenyérszaporítás képet, amire önmagát is ráfestette, a szeminárium ebédlőjébe festette, és azt hitte, hogy ez örök időkig ott fog állni, de mivel ezek a festmények táblaképek valójában is mozdíthatóak az objektumtól függetlenné tehetőek, ezért ez sok esetben tehát megváltoztatja a helyzetüket. Da ne dužim, da vam ne bude predug taj govor, ja bih samo zaključila s tim da zapravo istraživanja, povijesno-umjetnička istraživanja u arhivima, terenska istraživanja, tako dalje, rezultati tih istraživanja nikad ne bi bili potpuni i ne bi mogli biti prezentirani na ovaj način da nema suradnje sa restauratorima i inicijative restauratora da obnove ta likovna djela. Tehát a kutatások azok levéltár és terepi kutatások nem lennének elegendőek, hogyha nem lenne ez az indító elő iniciatíva a restaurátorok részéről, amely lehetővé teszi a művek felújítását. Eto, zato zahvalni restaurátorici, doktorici Zsuzsani Korhec-Papp, pozdravljam evo ovu izložbu i sve vas. És én is köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetővé vált, hogy megvalósítsuk, amit meg elterveztünk. Tehát 2018-ban beszéltük meg Mirjanával, hogy egy ilyen egyházművészeti sorozat következő kötete legyen Szenzer, és Szabadkán beszéltük meg a Falkoner kiállítás megnyitóján. És ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy újat is adjunk a tudományosságnak is, hogyha a csodálatos kenyérszaporítás kép végre napvilágra kerül, és hát ezt az egészet egy kiállítás öntösébe öltöztettük, és annak köszönhetően Tillai Gábor tavaly elhívott Pécsre, én megismerhettem Bodnár Bogárkát, aki hát megértette ezt a vágyat és tervet, és elfogadta, és ennek köszönhetően jött létre a kiállítás és az új monográfia, amelyet Mirjana írt. Köszönöm, hogy eljöttek, és azt hiszem, hogy 2020 az összetartozás éve, és ezzel a kiállítással méltóképpen tudjuk megünnepelni ezt.
Köszönöm szépen. Sok szépen. Köszönöm szépen. A új monográfia megvásárolt, rohadt úgy, hogy akit érdekel, és tessék, én nem tudok kiállítani. Szeretném megköszönni, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az Arszakra fesztivál nyitó programja volt ez, és kérem, maradjanak még itt, és beszélgessünk, tekintsék meg a kiállítást. Én még néhány programot szeretnék ajánlani önöknek, ami kapcsolódik a kiállításhoz. Holnap 3 órakor kezdődik délután egy idegenvezetés. Szeptember 16-án szerdán délután 16:30-kor Kórház Pap Zsuzsanna kurátor tart előadást a Csodálatos kenyérszaporítás című festménynek a restaurálásáról. Valamint szeptember 19-én, szombat délelőtt 10 órakor múzeumpedagógiai foglalkozásra várjuk a 8-14 éves gyermekeket. Köszönjük szépen, és várjuk vissza önöket máskor is.